következőkben egy olyan kérdésről szeretnék veletek beszélgetni, ami kapcsolódik a mi délutáni beszélgetésünkhöz. Arról gondolkodtunk együtt, hogy ki hogyan érzi magát a gyülekezetben, a közösségben, ki hogyan érzi magát a saját megszokott közegében, és hogy egy közösség vagy egy közösségi élet hogyan fejlődhet és hogyan épülhet lefelé, milyen lehetőségek rejlenek benne, és persze milyen veszélyek. A továbbiakban arról szeretnék veletek gondolkodni, hogy a hit, vagy a hitünk, az hogyan fejlődhet, és az adott fejlődési szakaszoknak milyen jelentősége van. Ezen belül egyetlen egy szakasz szeretnék kiemelni konkrétan, ez pedig a gyermeki hit. Amikor Jézus erről beszélt, ismeritek jól azt gondolom az adott szakaszt, amikor anyák viszik a gyermekeiket Jézushoz, és megpróbálják a tanítványok el tüntetni onnan ezeket az anyukákat. Akkor Jézus magatartásában olvasunk egy érzelmet. Milyen érzelmet olvasunk, emlékeztek-e? Tehát milyen érzelem volt Jézusban akkor, amikor megpróbáltak a tanítványok így odébb tolni ezeket a gyermekes anyákat? Emlékeztek, hogy mit írott az ige? Bátran. Igen, így kezdődik, csak előtte milyen érzésről beszél a... Tehát azt olvassuk, hogy Jézus haragra gerjedt. Nem gyakran olvassuk ezt róla jellemzésként. Jézus haragra gerjedt, és én azt gondolom, hogy nem feltétlenül felemelt hangon, de látszott az, hogy nagyon helytelenítette ezt a magatartást. És ugye akkor hangzott el a jól ismert gondolat az ő szájából. Én most Márk evangéliuma szerint olvasom a 10. fejezet 13. versétől, a 14-től. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És aztán nyomatékosította, bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint a gyermek, semmiképpen nem megy be abba. És nekem az volt a kérdéses, amikor erről a kérdésről gondolkodtam, hogy hát hogyan fogadja a gyermek az Isten országát? Azért is kérdés számomra, mert van két gyermekem, és most nemrég olvastam egy könyvben, hogy általában 6 éves korra, vagy 6 éves kor végére fejlődik ki egy gyermekben az alapvető eszköztára és készlete, amit az életben tovább visz. És az én fiam már több mint 5 éves. És elkezdtem gondolkodni, hogy húha, szűk időkeretem maradt arra, hogy átadjak dolgokat, tehát egyrészt, hogy nekem is van felelősségem, de milyen az én gyermekemnek a hite? És miért mondja azt Jézus, hogy egy gyermek az másként fogadhatja az Isten országát, mint egy felnőtt? Elkezdtem ezen a kérdésen gondolkodni. Tehát ha azt mondom egy 3-4-5 éves gyereknek, hogy szeretnék mesélni az Isten országáról, akkor az gyermek azt mondja, hogy engem nem érdekel? Találkoztatok már ilyennel? Én nem nagyon. Legalábbis a saját gyermekeim vagy a saját közegemben, amikor azt mondom, hogy szeretnék mesélni neked, akkor a gyermek rögtön figyel. És azt mondom, hogy de ez nem mese, ez a valóság. Akkor is figyel. És hogy mi mindent lehet tanulni egy gyermektől, vajon miért lehet más egy gyermek hite, és miben lehet példa számomra akár a saját gyermekem, vagy gyermekeim ebben? Szerintem ez egy fontos kérdés. Vannak különböző iskolák, szakemberek, akik foglalkoznak azzal is, hogy hogyan lesz egy gyermeki hitből egy érett, felnőtt, elkötelezett hit. De én nem gondolom, hogy a gyermeki hit az értéktelenebb lenne, az más. És a gyermeki hitben vannak olyan jellemzők, amiket mi felnőttek el szoktunk felejteni. Egy gyermek hite azért lehet minta és példa számunkra, mert olyan dolgokhoz térhetünk vissza, hogyha odafigyelünk és tanulunk a gyermekektől, amiket szeretne Jézus az életünkben valóságosan elültetni. És én erről szeretnék veletek gondolkodni a mai délelőttön, hogy miért kell nekünk olyannak lennünk, hogy milyen területeken lehetünk olyanok, mint a gyermekek. Amikor a témáról készültem, vagy témával készültem, elővettem az 5 évvel ezelőtti hasonló jegyzeteimet, akkor volt az Ambrus film egészen kicsike, 4-5 évvel ezelőtt, most már 6. van, és ugye most a másik fiunk, Simon, ő is körülbelül abban a korban van, mint akkor volt Ambrus, amikor ezt a témát először elővettem. És úgy meg is döbbentem azon, hogy hopp, hogy eltelt 4-5 év, és hogy hol vagyok ezen a téren, mennyit változtam. Nekem elég megszégyenülés volt így visszalévedni, és gondolkodni, hogy az én, úgymond, gyermeki hitem, amit Jézus szeretne
kimunkálni. Mert azt mondja, hogy az mehet be a mennyek országába, aki képes olyan hittel, olyan figyelemmel, olyan befogadó készséggel működni, mint egy gyermek. És én összeszedtem 4-5 pontot, amiben egy gyermektől tanulhatunk. Vagy amit egy kisgyermektől tanulhatunk. Az első nagyon fontos pont volt számomra, hogy egy gyermek mennyire ragaszkodik a szülőjéhez. Kicsit vagy nagyon? Amíg gyermek. Nagyon ragaszkodik. Tegnap elmentem Simonnal, nekem kellett elvinnem oltásra. Nem tudom, ki találta ki ezt az okos rendszer, de egyszerre kettőt is kapott tegnap. A vállába meg a kis combjába. De ami érdekes volt, hogy két dolog is. Az egyik az, hogy fél órát kellett várnunk az orvosi rendelőbe, ott volt csomó néni bácsi, mindenkit elbűvölt, de azt figyeltem, hogy letettem, és akkor így ment jobbra-balra, de néha tolatva is mindig hozzám talált vissza. Tehát, hogy így belőtte magának, hogy hol az apja, és neki ez természetes volt, hogy ő az apjához húz. Az oltásoknál én fogtam le, azért is mentem én többek között, hogy az erősebb embert fogja le, másrészt, hogy inkább rám haragudjon, mint az anyjára, mert most egy fontosabb a vele való kapcsolata. De nagyon sírt szegénykém, és amikor mégis magamhoz vettem és megölelgettem, akkor csillapodott a feszültsége. És én azt gondolom, hogy a Biblia nem véletlenül használja az Isten és az ember kapcsolatára ezeket a nagyobb bensőséges képeket, hogy mennyasszony, vőlegény, vagy anya, gyermek. Mert szeretné azt példázni számunkra, hogy ő ilyen szeretne számunkra válni. Mintha ő lenne a vőlegény, mintha ő lenne az anyukánk vagy az apukánk. Ugye, hogy az Úr imádságos, hogy kezdődik, mi atyán ki vagy a mennyekben. És tegező formulában írta le nekünk Károly Gáspár is, hogy érezzük azt, hogy ő az apukánk, akihez bizalommal járulhatunk. És én azt gondolom, hogy egy gyermek az úgy tud ragaszkodni a szülőjéhez, ahogy nem sokan. És szokták erre mondani azt, legalábbis én is mondom az alkoholbetegeinknek, hogy van a gyermeki szeretetnek vagy ragaszkodásnak egy alacsonyabb formája, ami felnőhet. Ez úgy szokott kinézni, hogy úgy lehetne elmondani, ezt már talán mondtam nektek is, hogy szeretlek, mert szükségem van rád. Egy gyermek azért is ragaszkodik a szülőhöz, mert szüksége van rá. Mit tud tenni egy csecsemő, hogyha éhes? Mit tud tenni a csecsemő, hogyha fázik, vagy fáj neki valami? Vagy bármilyen szükséglete van? Mit csinál? Sír, ugye? Sír és kifejezi a szükségletét. És hogyha a szülő jó szülő, akkor nem azt mondja egy 3 hónapos gyerekre, hogy manipulál. Hagyjuk, hogy sírjon, aztán majd abba hagyja. Szerintem ez nem egy egészséges hozzáállás. Az egészséges hozzáállás az, hogy a gyermekemnek szükséglete van, és kielégítem azt a szükségletet. És bizony fárasztó szülőnek lenni egy-két éves gyereknél. Gyakorlatból, tapasztalatból tudom. Tehát az, hogy milyen 7 órát aludni egyszerre, azt akkor tudom, amikor nem otthon alszom. Tehát néha elmegyek a munkahelyemre pihenni. Mert akkor viszont át tudok aludni egy 6-7 órát, ha nem rontom el. Vagy ha nincsenek olyan feszültségek, amik esetleg felébresztenek. De ezen felül egy gyermek nem tud mit csinálni. Jelzi a szükségeteit, és kifejezi azt, hogy én kérek. És ezt néha mi felnőttek elveszítjük. Ezt a fajta ragaszkodásunkat, ezt a fajta tudatosságot, hogy szükségem van rád. Hogy Istenem segíts. És megpróbáljuk magunk aztán a saját szükségeteinket kielégíteni. És ássuk a saját kutyainkat, amik nem tartják a vizet, ahogy Jeremiás mondja. És már nem azzal a gyermeki hittel és bizalommal ragaszkodunk a szülőnkhöz. Aki ott van a helyén. Aki vár minket. Aki szeretné a szükségeteinket betölteni. Nem véletlenül mondja Péter apostolon keresztül számunkra jó Isten, hogy mint most született csecsemők, 1. levél 2. fejezet 2. verse, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mintha csecsemők lennétek. Úgy vágyakozzatok. Azzal a lelkülettel, akár, ha úgy tetszik, sírással kérjétek a szülőtöket, hogy tápláljon, hogy építsen. És amikor nem tudunk így táplálkozni, így építkezni, akkor miénk a feddés is a zsidókhoz írt levélből, ahol azt mondja Pál, hogy noha ez idő szerint már nekünk tanítóknak kellene lennünk, de mégis
olyanok vagyunk sokszor, mint akiknek valami megrágott eledel kell. Mert nem tanultunk meg azzal a fajta ragaszkodással, azzal a fajta kapaszkodással a szüleinkhez viszonyulni. Szokták mondani, hogy vannak az anyás kisgyerekek, akiket nem lehet levakarni az édesanyjukról. Biztos láttatok már ilyet, vagy volt ilyen időszak a ti életeteknek is, hogy már terhes volt az, hogy valaki mindig ott van, oktlóg rajtatok. De én emlékszem, az unokatestvére mondta, amikor látta ezt nálunk, hogy ó, de kár, hogy a kislányom már nem ilyen. Tehát amíg benne vagyunk, addig terhes, utána pedig, amikor elmúlik, hogy vágyulunk vissza erre. Nem tudom, hogy ki van így ezzel szülőként, hogy már felcsepedett a gyermek, és úgy vágyna arra, hogy megint ott fogjon rajta a gyermek, és az a szoros kapcsolat legyen közöttük, amit olyan bensőségesen, olyan intim módon megélhettek. Mert Isten erre a kapcsolatra vágyik velünk. Én biztos vagyok benne, és ezt tanulhatjuk a gyermekektől. És nem véletlenül vannak ott előttünk példaként. Tudok-e egy gyermeket így példaként magam elé helyezni, hogy igen, én is azt akarom, hogy ezt a szükséget érezem, és így kapaszkodjak a saját mennyei apukámba, anyukámba, és mindegy, hogy milyen metaforát, milyen képet használunk. A másik, amit tanulhatunk egy gyermektől, hogyan működik egy gyermeknek a képzelő ereje, a fantáziája. Működik? Mennyire erős egy gyermeknek a fantázia világa? Kicsit vagy nagyon? Nagyon, ugye? Ez jó vagy rossz? Ez jó, nem? Ezt el szoktuk felejteni felnőtt korra? Azt a fajta képzelőerőt, fantáziát, kreativitást, amit egy gyermek magában képes megélni? El szoktuk veszíteni, és nem biztos, hogy jó, ha elveszítjük. Persze ebben is van egy egészséges folyamat, mert a gyermek még nem reálisan gondolkodik, nem reálisan lát, nem reálisan képzel a dolgokat, és nyilván nem a nem reálisra próbálok buzdítani senkit. Arra viszont igen, hogy vegyük észre, hogy ennek milyen előnyei vannak. De kezdjük a hátrányokkal. A hátránya, a fantáziavilág, vagy a fantáziában élésnek a hátránya az, hogy tud győzedelmeskedni a valóság felett. És ezért lehet az, hogy egy gyermek olyan dolgokból is tud félelmeket kovácsolni, amik nincsenek ott. Például emlékszem arra, hogy Amrus hogy jött haza az oviból, amikor a kiskakas gyémánt félkrajcárja mese volt. Ismeritek, gondolom, a szívfel begyen mesét. Hát Amrus sokban volt. És minden olyan mese, amiben veszekedés vagy feszültség volt, az számára átlagon felüli frusztrációt jelentett. Szóval itt nem tudtak vele mit kezdeni. Én nekem is ki kellett találnom más meséket, ahol oldottam a feszültségeit. Mert ő annyira elképzelte, hogy a kiskakas belengedi a török császár bugyogójába a méheket, meg a nem tudom micsodát, ismeritek a mesét, bocsánat, hogy ilyeneket mondok, de hogy az egy kisfiam teljesen, tehát és láttam, hogy valódi sokban pánikban van, mert hogy egy gyermeknél még nem elválasztható a képzelet, meg a valóság. És sok félelem ebből a fantáziavilágból fakad. Hallottam arról egy előadót, aki arról beszélt, így amikor készültem a témára még régebben, akkor figyeltem fel, azt mesélte, hogy elmondták neki, hogy ne dugja az ujját a konnektorba, mert ott áram van. És ugye ezt mi tudjuk, hogy az áram az nem jön ki a konnektorból, de a gyermek nem tudja. Tovább képzelte. És elbújt a szobában, mert attól félt, hogy az áram majd kijön a konnektorból és megcsípi. És neki ez egy természetes, tehát az ő világában ez egy valódi félelem volt. Vagy egy másik ilyen félelem, hogy nem lehet kiúszni a dugót a kádba, mert én is le fogok menni azon a kis lyukon. Ugye egy felnőtt tudja, hogy nem fogod kiférni, de a gyermek, aki ott ül a kádban és kiúzzák a dugót, lehet, hogy elkezd visítani, hogy nehogy ő is lefolyjon a vízzel együtt. De ezen mosolygunk, de a gyermek lehet, hogy nem mosolyog. Pont azért, mert az ő világában a fantázia, meg a képzelet, meg a valóság az összemosódik. És a legnagyobb veszély az lehet, hogyha esetleg egy olyan félelem indul el benne, ami Istennel kapcsolatos. Nem tudom, hogy volt-e nektek ilyen félelmetek. Istennel kapcsolatos. De szülő mond valamit, és nem vesz észre, hogy ki mondta. Például az, hogy Isten mindent lát, és minden rossz dolgot számon tart. És akkor a kisgyerek már azon görcsöl, hogy mit, hogyan csinál, és már nem öröm számára a gyermeki lét, hanem valami feszültségteli görcscsomó. Ilyenekkel is találkozom. De ami a fontos, ugye, azért beszélgetünk a témáról, hogy mit tanulhatok a gyermektől. Mivel a gyermek nem választja tudja a valóságot a fantáziavilágtól, ezért ez kedves.
nem tudja sokszor azt sem elképzelni, hogy van egy bibliai kor, amik volt mondjuk több ezer éve, meg vagyunk most is, és élünk itt 2014-ben. És ilyenkor a kis világában összeköti akár a bibliai történeteket a saját jelenével. És ha nem ért valamit, akkor az kiegészíti. És például ilyen aranyosakat találtam, hogy egy kisgyerek mesélte, hogy amikor jöttek az angyalok, akkor épp ott ült Ábrahám a sátor előtt, és újságot olvasott. Nyilván nem olvasta az újságot. Vagy a kisfiú hallotta, hogy Jézus meggyógyította a bénát, de azt szólt, hogy Béla nem értette, de azt, hogy Béla igen, és mondta, hogy Jézus meggyógyította a Bélát. Vagy emlékszem, Ambrus mondta azt, hogy Mózes bántotta az egyik Tomit. Mert az egyiptomi az neki nem volt érthető, de az egyik Tomit az bántotta, és kérdezte, hogy mi van a másikkal. Tehát, hogy az ő kis világukban mindennek van valamiféle jelentés, és mindennek tulajdonítak, tehát valahova csatolják. Ilyen a kis fantáziájuk. És szerintem ez annyira kedves. De képzeljük el, hogy egy gyermek az sokkal inkább el tudja képzelni azt is, amikor az Isten szeretetéről beszélek neki. Vagy az Isten országáról beszélek neki. Elkezdek mesélni, hogy milyen lesz ez a világ, amit az Isten készít számunkra. Hogyan fognak viselkedni ott az állatok, az emberek? Milyenek lesznek az utcák? Hogyan fogunk egymáshoz viszonyulni? Egy kisgyerek ezt tovább építi. Mi sokszor lerakadunk ott, hogy jó, úgyse tudjuk elképzelni, a Biblia beszél róla, de azok az arany utcák, azok úgyis csak valamit próbálnak elmondani, de majd meglátjuk, ha ott leszünk. Sokszor vagyunk így ezzel, nem? Mi felnőttek. De a gyermeknek fontos az, hogy minidőzik az a kis fantáziája. És ha tudjuk jó dolgokkal megtölteni az ő kis fantáziavilágát, akkor így csak csodálkozni fogunk, hogy elképesztő gyermek. Milyen jó, hogy olyan dolgok után vágyódik, amikről még én is tanulhatok tőle. Egy felnőtt embernek például nem logikus az, hogy most a logika alapján megközelít, hogy Isten szereti őt, vagy szeretheti őt. Mert látja a saját bűneit, a saját nyomorúságait, az eleséseit. Egy gyermek viszont nem így van ezzel. Ha azt mondom egy gyermeknek, hogy Isten szeret téged, akkor a gyermek ezt el tudja hinni a saját szintjén. Bele tud kapaszkodni? Lehet, hogy jobban, mint én? Szerintem igen. Én tapasztaltam is. Van erre egy történet, amit nem nekem, hanem Spurgeonnek. Egy festő látott egy rongyos ruhájú kémény seprőt, nagyon megtetszett neki, és mondta, hogy ha másnap eljön a műtermembe, akkor adok X összeget, meg valami jó ételt. A kémény seprő az hazament, megmosakodott, felöltözött, megborotválkozott, és elment a festőművészhez, az pedig kirakta. De miért rakta ki? Hát mert úgy várta volna, ahogy volt, és nem úgy, hogy más mutat, hogy más, hogy... És ez csak egy példa arra, hogy egy gyermeknek nem nehéz elfogadni azt, hogy Isten szereti őt úgy, ahogy van. És a felnőttek sokszor nem vagyunk képesek ezt az egyszerű törvényszerűséget megérteni. Isten nem azért szeret, mert én valami nagyot fel tudok mutatni, hanem azért szeret, mert a gyermeke vagyok. És ő tudja, hogy miben vagyok, tudja, hogy milyen küzdelmeim vannak, és szeretné, hogyha tudnék hozzámenni. Egy gyermeknek ezt nem nehéz elképzelni, ezt megtanulhatjuk egy gyermektől. Nem csak a ragaszkodást, hanem azt, hogy hogyan és milyen irányba hagyom, hogy a képzelőröm, a fantáziám erősödjön. Felírtam egy beszélgetést. Isten mindenhol ott van, mondja a szülő. A tenyeremben is, kérdezi a gyerek. Nem, ott nincsen. De hogy számára annyira konkréttá válik egy sokszor egy gondolat, amit tovább képzel, tovább épít magában. Aztán, ha már itt szóba került az, hogy hogyan képzére el, vagy hogyan fogadja el a szeretetet egy gyermek, itt megint egy kérdés jön, egy kisgyermek az értelmén, vagy az érzelmeink keresztül közelíthető meg jobban? Ez is költői kérdés, ugye? Egy kisgyermeknek nem az érvelések számítanak, nem egy jól felépített gondolatmenet fogja őt meggyőzni valamiről. Ő még egy érzelem gazdag, egy érzelem orientált kislény. És ugye föltettem azt a kérdést, hogy egy kisgyerek tudja, vagy képes-e szeretni Istent, és én azt gondolom, hogy igen. A szülő szerepének persze nagy jelentősége van, Ellen White a következőket írja, idézem, midőn az anya megtanítja gyermekeit, hogy szeretetből engedelmeskedjenek neki, tulajdonképpen a keresztény élet első leckéit adja. Az édesanya szeretete képviseli a gyerek számára Krisztus szeretetét, és az anyukban bízó engedelmeskedő kicsinyek megtanulnak bízni és engedni az üdvözítőnek is.
Tehát oda-vissza hatás van. A szülő hogyan, milyen mintát ad a gyermekének, és ha a szülő szereti a gyermekét, hogyan fogja segíteni, hogy ő is már akár kisgyermekként szeresse és ragaszkodjon a saját megváltójához. Például tegnap este beszélgettem Ambrussal, van egy saját mesefigurája, itt Ikucnak hívják, ha visszafelé olvasatok, akkor az Cuki, ezt az édesanyja találta ki neki, tehát van egy Ikuc nevű kisfiú, és mindenféle kalandok történnek vele. Ambrus nagyon szereti az Ikucos meséket, ez csak az övé, és csak az anyukájával szokták ketten ezeket együtt építgetni, ezeket a meséket. És tegnap kérte, hogy a bibliai történet után legyen egy Ikucos mese, és tehát anya nem volt, nekem kellett egyet prezentálnom, és arról meséltem neki, kitaláltam, hogy ez a kisfiú, van neki három testvére Ambrus szerint, és hogy gyakran leültette a kis testvérét, és együtt beszélgettek, és elmondta neki a kedvenc bibliai történeteit, és hogy mondogattam, hogy hát, és ez a kisfiú szerette az Istent, akkor mondja most, hogy én is szeretem. Tehát hogy amit hall, amit elképzel, ahhoz kapcsolódik, és az érzelmeivel is. És ezt nekünk sokszor nehéz megérteni, azt mondjuk, hogy nem, hát azt szereted meg, akit ismersz, akivel kapcsolatba kerülsz, akivel építel, de egy gyerek, mivel sokkal erősebb a fantázia világa, és ha egy szülő átad neki valamit, azt elképzeli, abba beleérez, és valódi érzelmeket tud elkezdeni építeni a szülőjén keresztül. És az is fontos, én azt gondolom, hogy azoknak a gyermekeknek, akiknek nem volt egészséges kapcsolatuk a szüleikkel, akik nem azt élték meg, hogy a szüleik szeretik őket, és elfogadják őket, és bátorítják őket, azoknak sokkal nehezebb felnőtt fejjel elfogadni, hogy van egy Isten, aki szeret elfogadni úgy, ahogy vagyok. De ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ezt megtanulni, csak nehezebb. Viszont az a gyermek, aki ezt a szüleitől megkapja, az olyan szépen tud az érzelmei szintjén is közelíteni a saját megváltója, a saját teremtője felé, ami azt gondolom, hogy példamutató lehet. Egy negyedik fontos dolog. Egy gyermek mennyire veszi szó szerint azt, amit én mondok, mint szülő? Mennyire veszi komolyan azt, amit hall? Ami kisgyermek komolyan veszi, ugye? Tehát, hogy ő nem távolítja el a valóságtól. Általában 5-6 éves kor körül kezdődik az az időszak, amikor már valaki el tudja különíteni a kettőt. Amikor készültem először, akkor ide is írtam a húgomnak a példáját. Mondta nekem nagynéném, hogy Krisztikém, dobd be a tányért a mosogatóba, fogta és bedobta. Mert ezt mondta a szülő, ő megtette. És aztán fogta a fejét a nagynéném, hogy hát nem így gondoltam, de hát a kislány csak engedelmeskedett. Eszembe jutott Ambrus is, tegnap mentünk az oviba, és dilemmában voltam reggel, mert műzli volt a reggeli nálunk, de az oviban néha azt látjuk, hogy azért lóg ki, mert ő más teszik általában, mint a többiek. És akkor kitaláltam, hogy veszett neki valami péksüteményt, és az kevésbé lóg ki. Nem azért, mert most azt akarom, hogy ne lógjon ki, de hogy nem mindig azt élje meg, hogy ő más. És bementem a boltba, gyorsan kint maradt a kocsiba, és hát kakaós csigákat láttam, azt nem akartam venni, vettem egy buktát. És így megyünk az oviba fel, és mondom, hogy képzeld el, Ambrus, ott volt a sok kakaós csiga, mert ő azt jobban szerette volna, és ott volt egy bukta, és az rád vált, és mondta, hogy vigyél el! És persze csak eljátszottam, és akkor nézett rám, és mondta, hogy de apa ugye nem mondta. És mert hogy ő elképzelte, és neki ez most kezd megérkezni, azért ez nem biztos, hogy igaz, amit mond az apa, de én csak játszottam, és mondtam, hogy persze, hát, és csak játszásiból mondom. De hogy a gyermek, ő szó szerint vesz mindent, amit hall, amit mondok neki. És én azt látom, hogy a gyermekek igénylik is a szó szerintiséget. Nem tudom, ezt tapasztaltátok-e már szülők, hogy meséltek egy gyermeknek valamit, és nekem megdöbbentő kis szivacs az agyuk, és én nem tudnám megtanulni fél év alatt se, ő hallja háromszor, és szó szerint tudja a meséket. És valami szót másképp mondok, meg gyorsítanék már, hogy mehessen ki a szobából, mondja, hogy apa nem úgy van, hanem így van. Ezt tapasztaltátok már? És hogy a gyermek igényli azt is, hogy legyenek meg fix pontok az ő életében. És mi sokszor felnőttként ezt elveszítjük, ezeket a fix pontokat. Nem ragaszkodunk úgy a szószerintiséghez. Márpedig azt mondja az ige is, hogy a hit hallásban van, a hallás pedig Isten igéje által. És ha komolyan veszem azt, amit Isten igéjében olvasok, és rábízom magam, és szó szerint, betű szerint ragaszkodom hozzá, hogy a gyermek tud ragaszkodni a fix pontokhoz, az megint csak elgondolkodtató lehet. Például, mi mindent vehetek szó szerint Istentől?
És ez számomra azért kérdés, mert azt tapasztalom, és ezért szégyenkezem, hogyha én szó szerint is komolyan veszek valamit, akkor a gyermekem is komolyan fogja venni. De ha én nem úgy viselkedek, ha én nem úgy teszem a dolgokat, ahogy az igéből veszem, akkor a gyermekem is azt a példát fogja továbbvinni. Nem fog ragaszkodni, nem lesz neki fontos. És összeírtam csak egy pár dolgot, amit vehetnék szó szerint, mert az ige azt mondja, hogy ez így van. Például azt mondja Ézsaiás könyvében számunkra, jó Isten, akár a mai délután is, hogy na gyertek, törvénykezzünk, hogy folytatja, tudjátok? Ha bűneitek, ugye skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Na melyikünk tud-e belekapaszkodni szó szerint, ahogy egy kisgyermek? Itt van egy ígéret, Istenem, te megígérted. Úgy érzem, hogy a bűneim skarlátpiros-vörös dolgokként ott égnek az életemben. Én kérem azt a hófehér, azt a tiszta új lapot. Vagy az Isten szeretetéről, amikor megint csak Ézsaiástól idézem, hogy hát elfeledkezhetik az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fiám. Elfeledkezhetik? Ugye, és én te rólad el nem feledkezem. Markaimban metszettelek téged. Tudok-e kapaszkodni ebbe? Gyermeki hittel. Szó szerint, hogy az Isten azt mondja, hogy ott vagy a kezemben. Vagy amikor azt mondja, az Új Szövetségben azt olvassuk, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson. Nem csak bocsánatról olvashatunk, hanem teljes tisztításról. Ezek konkrét kijelentések. Kijelentő módon megfogalmazva, hogy ez így van. Nem azt olvasok a Bibliában, hogy talán. Ha bele tudsz kapaszkodni, akkor talán így lesz. Ez így van. Ha egy gyermeknek mondom, akkor azt mondja, hogy ez így van. Én emlékszem két olyan tapasztalatot, az egyiket meg is osztottam veletek, ami a megdöbbentő volt Ambrussal kapcsolatos. Az egyik a félelméből fakadt, a pánikszerű félelem, ami benne volt, az a másik ilyen dolog, az a vihar volt. Nem tudom, ki fél gyerekkorában a vihartól, a villámlástól. Ambruss nagyon. És épp ezért, amikor jött a vihar, akkor ő imádkozott is. És legalább kétszer vagy háromszor tapasztaltuk azt, hogy az ő kicsi imádságát meghallgatta a Jóisten. Egyszer jött hozzánk az a néni, akitől megvettük a házat, és mondta is, hogy hát olyan furcsa, hogy az egész faluban minden tiszta víz, és mi a legfőső utca vagyunk, itt pedig száraz az utca. És mondta maga, hogy hát imádkozott Ambrus érte, hogy ne legyen itt eső. És ott nem esett. És persze lehet hitetlenkedni ezen, de hát ez egy ima meghallgatás volt nekünk is, és legtöbbször az a megdöbbentő, hogy Ambrus ezeket már rég elfelejtette, de bennem ott maradt, mert az kis gyermek imádságát hitét a Jóisten meghallgatta. Nektek meséltem, hogy eltörte a kezét, leesett az őszi barack fáról, zöldgaj törés, azt mondta az orvos, hogy 5-6-7 gipsz. Ő ezért meghozott, hogy gyógyítsa meg a Jóisten, egy hét után levették a gipszet a kezéről. Egy hét után. És mondhatjuk azt, hogy hát gyorsabban regenerálódott. De hát tudom, hogy imádkozott ezért. És nem tudom az összefüggéseket nem látni a között, hogy egy kisgyermek imádkozik, a szülője pedig megszégyenül. Mert ő komolyan veszi azt, amit hall a szüleitől. Komolyan veszi azt, hogy mit lát. És most abban bízom, hogy van még egy kis időm, hogy együtt haladjunk ezen az úton, és tanulhassak én is tőle. Mert lehet, hogy legalább annyit, vagy még többet tanulhatok én tőle, hogyha akarok, mint ő tőlem. Az utolsó pont, amit ide felírtam magamnak, ez a bizalom. Hogyan képes bízni egy gyermek? Hogyan képes hinni egy gyermek? Meg tud ez minket szégyeníteni néha? Most már nem Ambrust figyelem, hanem Simont többet, így test közelből, amikor kiveszem mondjuk a fürdés után, és törölgetem, és így játszunk ilyen kukucsi játékot, ilyet mindenki játszott a saját gyermeket, tudjátok, hogy milyen ez, ahogy rám néz, és ott ül a mosoly a szemében, és ahogy dobálom, vagy együtt vagyunk, és tudom, mert tapasztalom is, meg hát erről beszélnek szakemberek, hogy ilyenkor alakul benne, amit úgy hívnak, hogy ősbizalom. Hogy bízhat bennem, hogy tudhatja azt, hogy én ott vagyok és ott leszek. Hogy nem kell ebben csalatkoznia. És ami fontos kérdés, föltettem már részben, de amikor egy kisgyereknek bánata, félelme, csüggedése van, akkor hová megy? Hová megy? A szülőhöz, ugye? Rögtön rohan. Anya. Néha örülök annak, hogyha apát is mond.
Ez azt jelenti, hogy akkor én sem vagyok olyan rossz szülő, vagy nem mindenben. És olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy amikor ez a bizalom kialakul, akkor a korábbi félelme is tudnak egy gyermeknek szűnni, mert van bizalma a szülőben. Például bekapcsolom a porszívót, jó, most már amúgy egyáltalán nem sír, de csecsemőként is figyeltük azt, hogy kezdetben ordított, aztán ott van a szülő mellette, akkor nem fél. Valami leesik, én összerezzenek, ő pedig nyugodtan megy tovább, mert egy olyan biztonságot, egy olyan stabilitást tud megélni, hogyha egészséges a szülővel való kapcsolata, ami megdöbbentő. Meséltem már nektek is, hogy például nekem is olyan jó volt azt megtapasztalni, amikor féltem, hogy futhattam át apához, és volt egy ilyen fix éjszakai pontom, ahol mindig bebújhattam mellé, és ahol biztonságban érezhettem magam. És ez az a bizalom, amit szintén el tudunk veszíteni felnőtt korunkra, hogy Isten jó, Isten szeret, Isten a helyén van, Istenhez bátran mehetek. És azt figyeltem meg felnőtteken, hogy a szenvedélybetegekkel dolgozom, hogy mi nem Istenhez menekülünk, amikor bajaink vannak, hanem a pótszereinkhez, amitől biztonságérzetet remélünk. És ez lehet bármi, a munkától kezdve az étkezésen át, a tévénézésen, számítógépezésen keresztül, bármilyen tevékenységig. És azt hittem ide a végére, a gondolatmenetem végére, hogy egy gyermeknek mekkora, egy csecsemének mekkora szüksége van a szülőjére. Óriási, ugye? Egy szülő nélkül egy csecsemő életképtelen. Meghal. És az a kérdés, hogy nekünk vajon kisebb vagy nagyobb szükségünk van, vagy legalább akkora az Istennel való közösség, mint a csecsemőnek a szülőjére. Hát legalább akkora, ugye? Csak ahogy sajátítjuk el a saját készségeinket, megpróbáljuk ezt tőle függetlenül működtetni. És Jézus nem véletlenül mondta azt, és itt kanyarodom vissza az alapigére, hogy azok mehetnek be a mennyek országába, akik úgy tudják fogadni, akik úgy tudnak viszonyulni Istenhez, mint egy csecsemő, vagy mint egy kisgyermek. Azzal a ragaszkodással, azzal a fantáziával, képzelő erővel, azokkal a meleg és mély érzelmekkel, azzal a szó szerint vétele és azzal a bizalommal. És azt gondolom, hogy ez az a terület, ahol érdemes visszanézni és keresni azokat a működéseket, amit mi is talán meg tudtunk élni régebben. Én azt kívánom, hogy tudjuk gyermeki hittel és egyszerűséggel megragadni Isten szavát, aki most is hív minket, és szeretné, hogy ezzel a bizalommal, ezzel az egyszerűséggel, ezzel a hittel tudjuk elfogadni az ő létét, az ő hívását, az ő szeretetét. Én ezt kívánom mindannyiunknak teljes szívemből. Amen.